Volt egy bakancslista, ez rajta volt, most már 2 évvel ezelőttről, és most ez az egész összejött. Kicsit ráhúztunk a 19-re, vagy hogy szokták ezt mondani. Mentünk egyet a meccseken, volt egy nap lemosni a kocsit, felkészíteni, váltót átnézettem, jöttünk ide ki. Leírhatatlan, ez szenzációs. Tehát ilyen közegben ez valami elképesztő. Tehát az, hogy most például olyan, most pont azt beszélgetünk a Misivel a rajtba, hogy VRC után, meg ilyen autók után rajtoltunk. Ilyen nincs. Hát ez
ez szenzáció. Hát nagyon komoly. Kanyar hátlán, azért van feladat bőven, de hihetetlen. Tehát ilyen gyorságon otthon nem tudsz versenyezni sehol, ilyen nincsen. Leírhatatlan a nézők, meg jelen pillanatban is köszönjük a magyar szurkolótábornak. Eszméletlen érzés látni a rengeteg zászlót, hogy megállítanak etapon. És jelen pillanatban a hátad mögött is ott tombolnak a magyarok, kiabálják, hogy Ria Hungária. Ez elmesélhetetlen. Nagyon megérte eljönni, fárasztó hétvége volt, de kellemesen fárasztó. Jöttünk kedden, maradunk még egy kicsit, még elmegyünk egy kicsit talán ide-oda kirándulni, aztán talán szerdán hazamegyünk. Amúgy én ilyenkor szívesen elfáradok. Felicia. In Italia era un classico, dicevano, non c'è poco da stare felice, e invece